Hatodik alkalommal tartottak görög katolikus családi napot június 23-án Szerencsen a Miskolci Egyházmegye szervezésében. A program közös imádsággal kezdődött dr. Orosz Atanász püspök vezetésével a Kulcsaranita sportcsarnokban, majd Csajoszki Szabolcs parókus, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyíri Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a Csiribiri együttes szórakoztatta a legkisebbeket, a várkertben pedig különféle ügyességi játékok, többek között íjászat, falmászás, kézműves foglalkozások és ugrálóvár várta a gyerekeket. A család az az életünk középpontja. Oda családban születünk, családban élünk, családban nevelkedünk. Ez az a hely, ahol a legjobban érezzük magunkat, és szükséges az, hogy megmutassuk ezt másnak. Talán a legfontosabb célja ennek a mai napnak is az, hogy megüzenjük nem csak Szerencsnek, hanem az egész világnak vagy a társadalomnak azt, hogy igenis mi görögkatolikusok, mi keresztények fontosnak tartjuk a családot, mint a legnagyobb, legfontosabb értéket. És hát az a lényeg ennek, hogy a család az mindig egy dinamikus dolog, és egy nagyon vidám dolog, egy élettel teli, ezt akarja ez a mai nap is tükrözni.